Csendes márciusi emlékezések János Somorján. Továbbra is zárva a bölcsőde, meghosszabbították a szigorításokat. Elhunyt Pollák Ferenc, János Somorja kultúrájáért díjas zenepedagógus. Köszöntöm Önöket, ez a JTV heti híradója. Egyéni megemlékezésekkel tisztelgett János Somorja március 15-én, elmaradt a hagyományos városi ünnepi műsor és a fáklyás menettel egybekötött koszorúzás is. A járványhelyzet miatt idén az önkormányzat egyéni emlékezésre kérte a helyieket. A tisztelgések sorát János Somorja város önkormányzata nevében Lőrinc György polgármester kezdte hétfő délelőtt a Szabadság emlékoszlopnál, elhelyezve a város koszorúját. De ugyanitt koszorút helyezett el a János Somorjai Társaskör Egyesület és a János Somorja kultúrájáért közalapítvány is. A helyi Balassi Bálint nyugdíjas egyesület kis csoportja is megemlékezett a forradalom és szabadságharc hőseiről a kopjafánál. De sokan tettek még így a nap folyamán. Civilek, óvodások, iskolások, felnőttek és gyerekek vonultak a helyi emlékhelyekhez és hajtottak fejet a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Voltak, akik ablakaikat díszítették fel, vagy a közösségi oldalra feltöltött versekkel emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepnapján. Nem enyhült a járványhelyzet, meghosszabbították az országos szigorításokat még legalább egy héttel. A megbetegedések miatt a helyi bölcsőde is zárva tart, gyermekfelügyeleti csoport sem nyitható. Még egy hétig biztosan nem nyithat ki a János Somorjai Kékbagoly bölcsőde, gyermekfelügyeleti csoport sem működhet. Három dolgozó tesztje is pozitív lett, ezért pénteken döntött így az önkormányzat a járvány kordában tartása miatt, figyelembe véve a járási tiszti orvosi állásfoglalást. Az újranyitásról legkorábban egy hét múlva, március 26-án születhet újabb döntés. Addig is a szülők türelmét, megértését és együttműködését kéri az intézmény és a fenntartó egyaránt. Sajnos nagyon sok a megbetegedés, mind a dolgozók, mind a gyerekek családjai körében, és ezért döntött úgy a fenntartó, hogy zárva az egészségünk megóvása érdekében, illetve mindenki egészsége megóvása érdekében, hogy zárva tartunk. A szülőktől is megértést kérek, és türelmet erre az időszakra. Tudom, hogy ez nagyon nehéz helyzetbe hoz sok mindenkit, de most az egészségünk a legfontosabb. A gyermekfelügyeleti csoportok eddig alacsony létszámúak voltak, iskolánkban, óvodáinkban egyaránt, de jövő héttől már többen tartanak erre igényt. A héten a Moson-Magyaróvári oltóponton beadott Pfizer vakcina és a győri oltóponton beadott orosz Sputnik oltóanyag állt rendelkezésre alacsony számban. Jövő héten ennél csak kissé több vakcina várható. Nagy nyomás nehezedik a helyi és térségi egészségügyre. Több a megbetegedés, sok a fiatal beteg, kórházba is egyre többen kerülnek. Vannak, akiket már a soproni kórházba visz a mentő innen. Bár emelkedik a helyi regisztráltak száma, továbbra is regisztrációra kérik a lakosságot. A házi orvosok hangsúlyozzák, mindegyik itthon elérhető vakcina segít, kérik azonban a betegek türelmét. A krónikus beteg idősek csak Pfizert kaphatnak az oltópontokon, míg más beteg már megkapta az oltást helyben, más vakcinával. A praxisok beteg létszáma sem egyforma. Ez mind a központilag szervezett folyamat sajátossága. Az országos tendenciának megfelelően János Somorján is emelkednek a számok, a megbetegedettek száma emelkedik, ezt erősítik meg a házi orvosok is. Úgyhogy én mindenkitől még türelmet kérek. Tudom, hogy az emberek most már nagyon szeretnék, ha visszakapnák a régi életüket, de hát ugye a három hullámot nézzük, akkor most vagyunk a legrosszabb helyzetben az elmúlt egy évet, ha tekintjük. Úgyhogy most tényleg nem, sajnos nincs itt még az ideje a lazításnak. Ahogy országosan, úgy helyben is minden március 8-tól életbe lépett szigorítás változatlanul meghosszabbodott péntektől, várhatóan március 29-ig. Az első nyitási lépések az idősek átoltottságától függenek, ám húsvétra külön szabályok vonatkozhatnak majd a kontaktusok visszaszorítása érdekében. Az előkészületek utolsó fázisába érkezett, április elején elkezdődhet a bölcsőde bővítése és korszerűsítése. A Kékbagoly bölcsőde felújítására 100 millió forintot fordíthat a város, amiből 70 millió forint uniós területfejlesztési pályázati, 30 pedig saját forrás.
A munka magában foglalja az energetikai korszerűsítést és a bővítést is, ami után egy csoporttal, azaz 14 gyerekkel többet fogadhat az intézmény, amire már nagy volt az igény a családok részéről. A felújítás elkezdését az idősek klubja átköltözése tette lehetővé, ami szintén a héten fejeződött be. Az Iparos utcában emelt új korszerű épületet erre a célra a város több mint 60 millió forintos saját forrásból. A bölcsőde felújítása a kisebb munkákkal, a bővítéssel kezdődik, de nyár közepén ezen a helyszínen be is zár majd az intézmény a felújítások miatt. Ez alatt a tervek szerint más helyszínen fogadják majd a gyerekeket a kisgyermeknevelők. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Pollák Ferenc, a János Somorjai Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott oktatója, igazgatója, az általános iskola korábbi ének-zene tanára, János Somorja kultúrájáért díjas zenepedagógus. Pollák Ferenc 1944-ben született a Csalló közben, gyermekként kezdett a zenével foglalkozni, Pécsen szerzett énektanári diplomát. 1972-től megalakulásától tagja volt a János Somorjai Pedagógus Vegyes Karnak, a helyi általános iskola énekzene tanára, a helyi zeneiskola oktatója volt 2007-ig, de 1995-től 2000-ig vezette is az intézményt. A zeneoktatást otthonában haláláig folytatta. A helyi zenei élet meghatározó alakja volt a katedrán kívül is. A János Somorja kultúrájáért díjat 2009-ben vehette át a zenei oktatásban végzett munkája elismeréseként. A zene iránti szeretetét családja viszi tovább. Temetése szűk családi körben történik. A család kéri a gyászukban osztozókat, hogy a virágok koszorú kárával a zeneiskola alapítványát támogassák. Erről részleteket képújságunkban találnak. Pollák Ferenc 77 éves volt. Idén is megjelenik János Somorja város önkormányzatának negyedéves hírlevele, amelynek idei első száma hétfőtől jut el minden helyi háztartásba. A kiadvány az elmúlt hónapok önkormányzati híreiről tájékoztatja a polgárokat, de helyet kapnak benne a legfontosabb lakossági felhívások, tudnivalók és a városban elérhető ügyintézési elérhetőségek is. Minden háztartásba eljut így a város tavaszi kisokosa is, amely az évszak legfontosabb tennivalóit, közösségi szabályait tartalmazza. Az önkormányzati kiadvány szeretne a helyi idősebb korosztály számára is elérhető hasznos információkkal szolgálni a város történéseiről. Ezek voltak a város legfontosabb hírei az év 12. hetében. Legközelebb is várjuk Önöket friss híradóval, addig is szép hetet kívánok, viszontlátásra!